Krisztusban. Még mindig Krisztusban vagyunk, és Krisztusban is maradunk egész életünkben. Amen. És most egy nagyon-nagyon fontos igazságot fogunk megvizsgálni, és erről szeretnék prédikálni, és Isten igéjét megosztani veletek, hogy arról azt fogjuk megnézni, hogy Jézus Krisztusban bűnbocsánatom van. Tehát, hogy ezzel tisztában kell, hogy legyek, és nem szabad, hogy ezen a területen, ha megkérdelezés van bennem, akkor az ördög rögtön be tud avatkozni az embernek az életében. Sokszor az embereknek azért van kisebb rendűségi érzésük, alkalmatlanság érzésük, és sok ilyen dolgokkal vívódnak, nem tudják előhozni magukból 100%-osan azokat a talentumokat, azokat a képességeket, amiket Isten belehelyezett az emberbe, mert nem tudják, hogy megbocsájtotta Isten minden vétküket, amikor bűnbocsánatot kértünk az Úrtól, akkor semmit nem hagyott megbocsátatlanul, hanem hogyha igeileg, Biblia szempontjából, igazság szempontjából, és ez igazságot figyelembe véve elrendeztük a bűneinket Istennel, akkor egy dolgunk van, ahogy Istenek is egyet megígért, hogy elfelejti a bűneinket, és azt mondja, hogy a tengernek a mélyébe veti azokat, és tudjuk, hogy nekünk ehhez nincs képességünk, mert sokszor az ellenség az emlékezetünket bele tud nyúlni az emlékeinkbe, elő tudja onnan hozni a különböző emlékképeket, és ezt elénk tudja, a tudatunk elé tudja tárni, és az ember akkor rögtön kimegy minden erő belőle, sőt, nem meg se tud erősödni az ember, nem tudja Istennek az erejébe beállni, hanem egy bizonytalanság, egy bátortalanság és bizonytalanság van az embernek az életében, és azért, mert az ördög bele tud avatkozni a pszichénkbe, bele tud nyúlni az emlékeinkbe, bele tud avatkozni a gondolatainkba, az érzéseinkbe, tud érzeteket kelteni, tud képzeteket kelteni, és mi azt gondoljuk, hogy az a valóság, amit bennünk képzetet kelt, vagy érzék, tehát ilyen érzelmeket kelt, és igazából mindig onnan tudhatjuk, hogy Istentől van-e valami, vagy az ördögtől, hogy megerősíte, vagy elcsüggeszte. Tehát elbátortalanít-e, eltávolít-e Isten munkájától, vagy közelebb visz az Isten munkájához. És nekünk figyelni kell erre, még hogyha az ördög embereket használ is fel az életünkben, hogy eltávolodjunk az Isten munkájától. Az ördög van, tehát az ördög az ellenségünk, és figyelnünk kell arra, hogy ne tudja a kártyákat osztogatni az ördög, hanem vegyük figyelembe azt, hogyha Isten, tehát az, ami a stabilitásunk, az identitásunknak a bátorsága, vagy a bátorságos menetelünk az Úrhoz, az az Úr és az én személyem közötti kapcsolatból fakad, hogy amit ő megtett értem, és amit ő magáról állít, a Bibliában, hogy én úgy lássam Istent. És ha ő azt mondta, hogy a vétkeimet a tengerbe vetette, akkor ő biztosan mellettem áll az ördög elleni harcba, és nem Isten távolodott el tőlem, nem Isten vonult háttérbe, és engem ott hagyott egyedül, hanem Isten ugyanúgy ott van mellettem, mert ő azt mondta, hogy veled vagyok, és el nem hagylak téged soha.
soha nem hagylak el téged. Még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy egyedül vagy, akkor sem hagyott ott téged az Isten. Mert miért? Mert neki van képessége arra, hogyha ő azt mondta, hogy elfelejtette azokat a bűnöket, azokat a vétkeket, az tuti biztos, hogy elfelejtette. Teljesen elfelejtette. Teljesen. Hát, hogyha ő ezt mondta, hogy megbocsájtott, és azt is mondta, hogy meg nem emlékezem, ugye mond ilyet, hogy meg nem emlékezem azokról. Hát akkor, hogyha ő azt mondja, hogy meg nem emlékszik, akkor ő tud olyat csinálni, hogy meg nem emlékszik. Ehhez neki van képessége. De ilyet nem tudsz megcsinálni, te sokszor még a feleségednek is, vagy a férjednek is azt mondod, hogy felejtsük el, aztán a következő veszekedésnél előhúzod az aduászt. Amivel elnémíthatod. De Isten nem így. Tehát ő nem így játszik, hogyha mondta, tehát nem játszik, de idézelve mondom ezt. Ezt ilyet nem csinál, tehát ő nem veszi elő a legutolsó pillanatba, hogy na itt van, tudom, mit tettél tavaly nyáron. És nem felejtettem el. Hát most akkor, hát ha Isten azt mondta, hogy meg nem emlékszik, és hogy ő elfelejti ezt, hát akkor biztos, hogy így van. Mert különben miért mondaná? Neki ez van képessége. Tehát ő neki nem megy az ördög turkálni az emlékei közé, és előhúzni, hogy nézd meg. Tehát most ezt fogjuk megnézni, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztusban, a názáreti Jézusban bűn bocsánatunk van. És hogyha mi Jézus Krisztusban vagyunk, és a bűn bocsánat is Jézus Krisztusban van, akkor a kettő találkozik Jézus Krisztusban. Mi találkozunk a bűnbocsánattal, és nem kell úgy élnünk, mint ha még mindig bűnösök lennénk. És nem kell úgy élnünk, hogy mi alkalmatlanok vagyunk, nem vagyunk alkalmasak Istenhez jönni. Jobb, hogyha ő távol van, mielőtt jól el nem ver bennünket. Miért? Mert azt mondja, hogy Jézus, tehát azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy bátorságos menetelünk van. Mert ahhoz, akihez megyünk, ő bocsájtotta meg a bűneinket. Mert ahhoz, akihez járulunk, ő segíteni akar nekünk. És a bűn elleni küzdelmed, emberek, nagyon fontos dolgot mond a Biblia. Azt mondja, hogy még vérig nem álltatok ellene a bűnnek. A bűn, a küzdelem az a végig tart, ameddig meg nem halunk tehát itt a földön, vagy el nem ragadtatunk. Az a végig tart. Ugye egy jókori filozófus azt mondta, hogy a háború végét csak a halottak tapasztalják meg. Ameddig élünk, háború van. Ha meghalunk, akkor véget ért a háború. De a bűn, mivel hogy itt van a földön a bűn, mivel hogy a testünkben is van bűn, ezért biztos lehetsz benne, hogy egész életed végéig, amely ez egy hosszú távon kell berendezkedned a harcban, hosszú távon kell fölkészülned erre a küzdelemre, mert ez végig fog kitartani, a legvégéig, a vérig, ameddig meg nem hal az ember, vagy el nem ragadtatik, addig küzdelmünk lesz. Addig háborúságunk lesz a bűnnel. Addig háborúságunk lesz önmagunkkal is, hiszen a testünkben megtalálható a bűn. Ezt Pál mondta, ugye a Róma levél 7. részében azt mondja, hogy megtalálom, hogy a testemben van bűn. És mindig ez el akar engem távolítani az Istentől, sőt, bele vihet engem olyan dolgokba, amivel nem ért egyet, az elmém nem értek vele egyet, és akkor hogy álljak hozzá? Hogy akkor én már nem én vagyok? Vagy van egy olyan énem, ami rossz, és van egy olyan énem, ami jó, és amikor nappal van, akkor
hogy egyszer ez vagy, egyszer az vagy. És ki készít ez a kettő? Tehát két éned van. De emberek, neked egy éned van, ami újjászületett. Plusz van egy tested, amiben benne van a bűn. Oké? De a tested az nem te vagy. Mert Pál is azt mondta, hogy nem lakik én bennem, és akkor javít, azt mondja, azaz az én testemben. Tehát én nem a testem vagyok. Tehát a testemben ott lakik a bűn, tehát a testemben levő bűnnel, illetve a testemmel nem kell azonosítanom magamat, hiszen Pál máshol még azt is mondja, hogy a testemet oda szánom, tehát mit mond, hogy én oda szánom a testemet, tehát én nem a testem vagyok. Hogyha én oda szánom a testemet, akkor én nem a testem vagyok, hanem a testemben lakok én, aki én vagyok. És van az ego, ami nem én vagyok. Nem két éned van. Egy éned van, ami újjászületett. Ha a víztől és szellemtől újjászülettél, akkor egy éned van, amelyik Jézus Krisztus lakozást vett, és a Szent Szellem ott van benne. És van a tested, amiben bűn van, és a bűnnek a törvénye működik a testedben. Az nem benned működik, az a testedben működik a bűnnek a törvénye. Csak te sokszor elájulsz magadtól, vagy a testedtől, hogy mit tud csinálni ez a test? Milyen indulatok tudnak belőle föltörni? Milyen vágyak? Milyen kívánságok, romlott kívánságok tudnak előjönni? És amikor az ember ezzel azonosítja magát, akkor elvesztette a küzdelmet. Mert a Róma 7. fejezetben Pál pontosan azt írja le, hogy hogyan tudsz a győztes keresztény életbe jutni. Hogyan tudsz a Róma 8. fejezetéhez jutni, hogy ne ragadjál be a 7. fejezetbe, mert ez egy olyan írás, amit elkezdett a 6. fejezete, ugye ez nem volt fejezetekre osztva, hanem elkezdte írni, és sok keresztény megáll a 7-nél, és azt mondja, ez vagyok én, ezt tapasztalom, teljesen leírja, ami rólam van szó, és beleragad abba az állapotba, miközben Pál ott azt írja le, hogy hogyan jön ki az ember a testében levő bűn törvényének a hatalma alól, és hogyan tapasztalja meg azt, hogy Krisztusban nincs semmi károsztatása. Oké? Mert először azzal kell, mert Pál úgy jött ki ebből a helyzetből, például a Róma 7. fejezetében, hogy először külön választotta magát, amiről azt gondolta, hogy az ő, azt leírja, hogy az nem én vagyok, mert újjászülettem. És az, amivel küzdök, az bennem van, de az a testemben van, de az nem én vagyok. Tehát a külön választással indul el benned a győzelem, és tudsz szellemi emberré válni, és szellemi emberként élni, és stabilan, bátran az Úrban járni, úgy, hogy tudod, hogy a lényegedből, bensődből meggyőződve vagy arról, hogy bűnbocsánatod van az Úrban, és ő nem fog téged hátulról kupán csapni, vagy hátulról a legváratlanabb helyzetben elgáncsolni, mert ő melletted áll. Mert sokszor azért nem biztosak a keresztények, tehát nem tudnak bátran, biztosan járni, mert tartanak attól, hogy előttük az ördög, hátuk mögött Isten, és valaki csak megver. Mert nem mindig csinálom jól a dolgokat. Valakitől csak számítok egy ütésre, mert nem vagyok még angyal, nem tudok még jól csinálni dolgokat az életben. Vagy neked nem volt ilyen? Csak én küszködök ilyennel? Mert ugye ebben a küzdelemben emberek már az óriási, hogy Jézus Krisztust akkor adta oda az Atya értünk, amikor még gonoszok voltunk, bűnösök voltunk. Akkor most,
amikor te döntöttél, hogy mi is Isten mellett állsz ebben a küzdelembe, akkor nem fog, ha akkor, amikor még közöd nem volt Istenhez, ő odaadta az ő fiát érted, akkor most ő nem fog, amikor odaálltál mellé, akkor ő nem fog hátulról elgáncsolni téged. Akkor biztos lehetsz benne, hogy az Isten támogatód. Ő a paraklétoszod, vigasztalód, szószólód. Ezért mondja János apostol, hogy a mennyben van szószólónk. Nem ezt mondja? Hát nézzük meg, mielőtt belemegyünk ebbe. Nézd meg, 1 János 2, nézd meg. Én fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Tehát János apostol azért írt a keresztényeknek, hogy ne vétkezzenek. És azt mondja, ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most már azért, mert van szószólónk, ezért most már lehet vétkezni, ahogy esik, úgy puffan. Nem, hanem azt mondja, hogyha valaki ennek ellenére mégis bűnbe esett, az tudja meg, hogy van szószóló, aki közben jár érte, akinek az engesztelő áldozata ki lett ontva a vére azért, hogy a bűn ellen győzni tudjál, mert a bűn az olyan, hogy belemegy az emberbe. Emlékeztek, amikor Ádám és Éva elkövette az első bűnt, akkor ők maguk azonosultak a bűnnel. Egyébként emberek itt sokszor ebben a gigantikus küzdelemben, ami zajlik Isten és az ördög között, abban igazából az identitásodat akarja elvenni az ördög. Az identitásról szól. Nézd meg, hogy ahogy a bűn bejött Ádáméknak az életébe, elkezdtek olyan dolgokat csinálni, és elkezdték magukat úgy látni, ahogy a bűn megjelent bennük. Tehát rögtön összeroncsolta a személyiségüket a bűn, rögtön szétzúzta a bensejüket, és menekültek attól, aki a barátjuk, menekültek attól, aki teremtette őket, aki alkotta őket, aki az Édenbe helyezte őket, és ösztönösen, lényegükből fakadóan olyan dolgokat kezdtek csinálni, ami az ellenségnek az oldalán kezdték a dolgokat tenni. De nézzétek meg, hogy amikor újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől, akkor új szellemet kaptunk. Nem azt mondja az Isten igéje, hogy innentől kezdve te a döntésed, a megtérésed után soha nem fogsz bűnt elkövetni. Ilyet nem mond a Biblia. Azért nem mond ilyet, mert nem a testünk született újjá. Nem a testünk dicsőült meg, hanem a testünk az ugyanolyan romlott, maradt, és ugyanúgy benne maradt a bűn, és a bűnnek a törvénye ugyanúgy benne maradt a testünkbe, mint előtte, a megtérésünk előtt. Sőt, a pszichénk, a lelkünk, az érzelmeink, a gondolataink, a szándékaink, az akaratunk is ugyanolyan maradt, mint előtte. Tehát nem fogja helyettünk Isten másképp akarni, mint ahogy mi akarjuk, hanem előtte meg kell, hogy változtassuk az akaratunkat, a szándékunkat, a gondolkozásunkat, a magatartásunkat, az életvitelünket. Azt nekünk kell. Olyan nincs, hogy te nem változtatsz semmit, hanem passzívan azt mondod, hát ha Isten úgy akarja. Ugye itt a kálvinizmusban predesztináció. Hát bármit csinálok, úgyis azon, amit Isten akar. Ha ő meg akar engem szentelni, én bármit csinálhatok, akkor is megszentel. Tehát ez nem úgy működik ilyen predesztinálva, hanem úgy működik, hogy az ember veszi az Istennek az igéjét, ez hat az embernek a pszichéjére, hat a testére, és elkezd változásokat létrehozni, amikor
ő dönt, ő az akaratával, a szándékaival, a gondolkozását elkezdi megváltoztatni, hiszen pontosan a metanoia is, ugye a megtérés is azt fejezi ki, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem a episztrefót használja, ami visszafordulás jelent, vagy odafordulás jelent. Tehát nem az ószövetségi kifejezést használja, ami az ószövetségben ugye a visszatérésre vonatkozik, hanem a gondolkodásmód megváltoztatására. Mert ahogy megváltozik a gondolkodásmódod, az életviteled is megváltozik, az élethelyzeteid is megváltoznak, hiszen úgy fogsz döntéseket hozni, úgy fogsz cselekedni, úgy fogsz tenni dolgokat, ami a gondolkodásmódod. Ezért nagyon fontos, hogy a gondolkodásmódunkat illesszük össze az Istennek a gondolataival, beszédével, szándékaival, terveivel. És ezért a tudatlanság, azt nem azt mondom, hogy bűn, de valamilyen szinten bűn is. Mert a tudatlansággal kiesel sok-sok olyan dologból, és ugye nem véletlen az, hogy sokszor írja Pál, hogy tudván azt. Magyarán, ha nem tudod, a hitedet nem tudod gyakorolni. Tehát a hited hiányos lesz különböző területeken, és nem lesz sikeres a hited, és nem lesz győztes a hited, mert nem véletlen, hogy azokról a dolgokról azt mondja, hogy tudván azt. Meg kell nézni, mit kell tudnunk. Mert hogy ezeket nem tudjuk, akkor a hitünket, akár hogy van bennünk hit, nem fog tudni működőképes lenni. Lehet bennünk, ott lehet bennünk, de nem fog a javunkra működni. És sok ember mondja azt, hogy ő hisz. De hát akkor hadd lássam már meg a hitedet a cselekedeteidből. Ahogy Jakab is mondja. De miért nem látom? Pedig tudom, hogy van hited. Na hát ezekről van szó csütörtökönként. Tehát, nézzük meg, ugye Efézus 1:7, tehát innen induljunk ki, és akkor ebből fogok egy csomó mindent megmutatni. Efézus 1:7. Figyelj! Akiben, tehát ugye az előző verszakokból látszik, hogy Krisztusról van szó. Tehát Krisztusban. És ugye olvassuk azt, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, íme minden újjá lett, de aki Krisztusban van. Tehát ott kell lenni a Krisztusban. És figyelj, azt mondja, hogy a Krisztusban, akiben, tehát a Krisztusban van a mi váltságunk. És erről már volt szó, ugye, hogy megváltottak vagyunk. És nézzük, hogy mit mond. A vére által, és most figyelj, a bűnök, tehát a vére által van a váltság, a bűnök bocsánata pedig ugyanúgy ott van Jézus Krisztusban, azt mondja, a kegyelmének a gazdagsága szerint van a bűneinknek a bocsánata Jézus Krisztusban. Tehát ő a kegyelmének a gazdagsága szerint bocsájtotta meg a bűneinket. És emberek, az, hogy még mindig áll ez a világ, annyi gonoszság, annyi romlottság, annyi háború, vér, gyilkosság és minden, még olyan dolgok is, amiket nem is érdemes mondani, ugye jobb kimaradni a sátánnak a mélységeiből, mert sokszor csak az ember egy-két pillanatot meglát, vagy hal dolgokról, és elmegy az élettől is a kedve. Tehát olyan dolgok zajlanak itt a földön, emberekről. Mik vannak még? Hát ne is, jobb, ha kimaradunk ebből. De nézzétek meg az, hogy még mindig felhozza az Úr az ő napját, jókra és gonoszokra. Tehát ez az ő kegyelme. Nézzétek meg, hogy, és itt azt mondja, a kegyelmének a gazdagsága szerint bocsájtotta meg a vétkeinket a Jézus Krisztusban.
Tehát megvan a bűnbocsánatod. Tehát az, ami régen volt, vagy ami közben lehet, azt arra megvan az Istennek a részéről a bocsánatra való hajlandóság. Nem, hogy hajlandóság, hanem kegyelmének a gazdagsága. Tehát nem, neked nem kell benne maradnod egy alkalmatlanságban, meg különben is. Hát most nem attól vagyunk alkalmasak, hogy nem követünk el bűnöket. Hallod? Hát nézd végig a hithőseit. Hogyha ők attól lettek volna alkalmasok, hogy nem lett volna bűn vagy rossz az életükbe, hát akkor még mindig vártuk. Akkor nem lenne zsidókhoz írt levél 11. fejezet. Nem? Tehát ami alkalmatos voltunkról, azt írja a Biblia, hogy az nem magunktól van, hanem az a Szent Szellem tesz alkalmassá bennünket az új szövetség szolgálatára, az új szövetségbe való részvételre. És most nézd meg, hogy milyen nagy súly tud legördülni rólad, hogy nem mi tesszük alkalmassá magunkat, hanem Istennek a Szelleme. Rátszál, és megoldódott az alkalmatlanság problémája. És az alkalmassági vizsgán átmész. És attól, hogy a Szent Szellem rátszál. És a gondolkozás módodat megváltoztatod, és már át is mentél a szűrőn. Tehát, látod, hogy a kegyelmének a gazdagsága szerint van ez. És Isten nem olyan, hogy na, ez még belefért, emberek. De vége. Lejárt. Kifogytam a gazdagságból. Ennyi volt. Leapasztottad a számlát. Vége. Most már nem fér bele több. Tehát Isten nem így áll hozzá. Jézus azt mondta, hogy hirdessem az ő jókedvének, tehát a kegyelmének az esztendejét hirdesse. Azért jött Jézus. Mit jelent ez? Hát nézd meg, hogy már ezt a gazdagságot, Istennek a kegyelmének a gazdagsága, hogy arra volt szó, hogy egy nap és már 2000 éve tart. Azt nem mond, hogy nem kegyelmes. Azt nem mond, hogy, és mit mond, hogy azért türelmes az Úr, mert azt mondja, nem akarja, ugye Péter apostol azt mondja, hogy nem akarja, hogy elvesszenek emberek, hanem új lehetőségeket akar biztosítani. Azt akarja, hogy újra fuss neki az akadályoknak. Az, ami megállított téged, az, amivel beleütköztél, amiben elgáncsolt téged, az a fűcsomó, ami kinőtt közben, és belebotlottál, és hanyatestél. El tudjál állni. Még azt akarja, hogy megtud, hogy ember, még mindig nem lettél leparancsolva a pályáról. Még mindig a futópályán vagy. Még mindig a pályán tart téged az edződ. Nem cserélt le téged másra, hanem kelj föl, emeld föl a lábaidat, és fuss! Fussad a pályádat! Ne állítson senki le téged! És ne legyél olyan, hogy ott fekszel, és nézegeted ezt a fűcsomót, ami közbe kinőtt, és elgáncsolt téged. Hogy tudott így felnőni? Hogy tudott így kinőni? Észre se vettem. Egyszer csak így termett. És különben is a kertész a hibás. Mert nem nyírta le. Nem. Ameddig a kegyelem esztendeje van, az Úr jókedvének a napja, addig pályán vagy. Addig futásban vagy. És van egy paraklétoszod,
aki közben odafut, ahogy elbotlottál, és ott fekszel, kiterülve, és elment a kedved a futástól, elment a kedved mindentől. És azt gondolod, hogy jó itt nekem feküdni. Úgyis kifáradtam már közben. Úgyis már elfutottak, semmi esélyem nincs. Dehogy nem. Illés is, úgy rászállt a Szent Szellem Illésre, hogy mindenkinél hamarabb ért be a városba. Még a királynál is, pedig ő szekérbe fogta a lovakat, és úgy ment, és sokkal hamarabb indult el, mint Illés. Rád is rátszáll a Szent Szellem, behozod a hátrányodat, egy pillanat alatt. Csak az ördög akar meggyőzni téged, esélyed nincs. Most már annyit feküdtél itt a földön, esélyed nincs semmire. De azért hirdetem neked az Isten igéjét, hogy fogd föl, van esélyed. Fogd föl, tart még a kegyelem esztendeje. Tart még az ő jó kedvének a napja. Nem fejeződött még be. Jön, fut hozzád a paraklétosz, ahogy elestél, és föl ránt téged. Ahogy hirdetem neked az igét, föl ránt téged. Kelj föl, ki alszol, mert föltámad, fölragyog neked a Krisztus. Te melyik korszakban élsz? Az Úr jó kedvének a napján? Vagy az ő büntetésének az esztendejében? Mert akkor kevered a szezont a fazonnal. Emberek, most nem a Jelenések könyvének az idejében élünk. Még. Most még van kegyelem. Most még ki tudsz jönni. Ha még el is temettek téged, az ördög még hozta a sírásokat, és rád lapátolt már ott a földön fekve, hogy innen már nem kelsz föl. Megássuk neked. Ellapátolunk. Azt se fogják tudni, hogy voltál, léteztél. Hát a Krisztus kihozta az Úr abból a sírból. Akkor rólad is azt a pár por homokot le tudja fújni a Szent Szellem által. Az ördög már hozta neked a koszorút. Minél hamarabb lenn akar tartani. Eltemetve akarta, úgy akar látni téged, hogy esélyed nincs. Esélyed nincs a folytatásra. Jézust is rögtön egy nagy követ hengerítettek oda. Le is pecsételték. Innen nincs kiút. Csak egy irányú út. Csak befelé. Ki már nem tudsz jönni.
addig, ameddig rád nem száll a Szent Szellem. Emberek, a Szent Szellem mindenhonnan kijön. A benned levő kenet, a benned levő, a rajtad levő Szent Szellem minden helyzetből kihoz téged, megszabadít téged minden helyzetből. Nézzétek meg egy másik igét is, hogy Jézus Krisztusban, Kolossé levél 1. Tizenegyedik verszaktól olvasom Isten igéjét. Minden erővel megerősített vén. Tehát az Úr megerősít téged az ő erejével. A te pszichikai erőd az nem elég erre a küzdelemhez. Az nem elég a bűn elleni küzdelemhez, démonok elleni küzdelemhez, betegségek elleni küzdelemhez, ebben a világban levő küzdelmekhez. Nem elég a te pszichikai erőd. Ez kell, hogy az ő isteni ereje megerősítsen téged. Emberek, most szellemi fitness teremben vagy. Most erősít téged az Úr. Azt mondja itt, azért, néznek 11. verszak, azért, hogy minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel legyetek. Tehát, hogy kitartással tudjatok lenni, hosszú tűréssel tudjatok lenni, és közben nem elsavanyodsz, hanem örömmel tudjál kitartani ebben a küzdelemben. Oké? Ne váljál savanyú káposztává a bűn elleni küzdelem közben. Ne savanyodjál el közben, hanem hogyha veszed az erőt, akkor örömmel tudod futni a pályádat. Örömmel tudod végigfutni a pályádat. És a célfotó nem egy elsavanyodott, kúszó, mászó emberként fognak lefényképezni a végén, hogy így jutottál be a mennybe. Hogy épp hogy csak bekúsztál, és az ujjadnak a vége, ahogy feküdtél, az ujjadnak a vége ért be a célba, és ezzel befutottál. Hanem olyan erő van rajtad közben, a futás közben, hogy még egy kör pluszban még lefutsz a végén. És nézzük, hogy mit mond utána? Azt mondja, hálákat adunk az Atyának, aki alkalmassággá tett minket, tehát az Atya tett bennünket alkalmasokká. És figyelj ide, ez múlt időben vagy, múlt időben van, te már alkalmas vagy. Neked már megvan az alkalmatosságod. Neked így kell látnod magad a Krisztusban, hogy nem magunktól vagyunk alkalmasok, hanem ő tett bennünket alkalmasokká, és már tett bennünket. Tizenharmadik verszak, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából.
Tehát most már te nem a sötétség hatalmában vagy, hanem már ki lettél szabadítva ezekből. Ebből ki lettél szabadítva. Átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Ez már megtörtént. Ez tény. Ezek tényekről beszélünk, emberek. Te így gondolkozzál, hogy te már nem a sötétséghez tartozol. Te már a világosságba lettél átvíve. Meg lettél szabadítva. És azt mondja, akiben, tehát az ő szerelmes fiában, tehát Jézus Krisztusban. Nézd meg, mit mond, akiben van a mi váltságunk az ő vére által. Nézd meg utána, mit mond, bűneinknek a bocsánata. Hát ez egy elengedés, a bűn bocsánat, az egy adósság elrendezés. A bűnök azok olyanok a szellemvilágban, mint amikor sok hitelt vettél föl, és nem tudod fizetni. És ez az ördögnek ad egy tehát hogy egy jogot, hogy belépjen az ember életébe. Ez olyan, hogy vannak ilyen tudom, amikor adósságok merülnek föl, és vannak cégek, akik megjelennek, hogy hívják azt? Adósságkezelő, az ördög megjelenik, és mondja, mit van, add nekem! Mi az, amit található nálad? Azt add nekem! Jövök lefoglalni. Jogom van lefoglalni azokat a dolgokat. Így áll hozzá az ördög. De emberek, amikor arról van szó, hogy Jézus Krisztusban bűn bocsánatunk van, az azt jelenti, hogy az adósságunkat lerendezte Jézus. És megjelenik az ördög, és be akar győzni téged. De hát adósságod van. Adósságod van. És be kell engedned a lakásodba, hogy elvigyem azokat a dolgokat. Elvigyem a gyerekedet, elvigyem a feleségedet, a férjedet, anyagi dolgaidat, és a többi, és a többi. Egészségedet elvegyem tőled. De emberek, hogyha megrémülsz, attól, akit látsz az ajtód előtt, akkor ez a rémület állt miatt beengeded, és ráteszi a kezét azokra a dolgokhoz, amire nincs joga. Mert Jézus Krisztusban bűn bocsánatod van. És meg kell ilyenkor mutatnod, meg kell ilyenkor mondanod az ördögnek, hogy ördög, nincs adósságom. És elég meggyőzően mondod, még a svájci frank alapú hiteleid is eltűnnek. Meg a euró alapú hiteleid, meg a forint alapú hiteleid. De az a lényeg, hogy meg kell állnod, hogy tudom, hogy bűn bocsánatom van. Tudom, ördög! Nincs jogod, hogy kiszívd az erőmet, hogy passzívvá tegyél, hogy depresszió lenyomjon. Nincs jogod, ördög, mert bűn bocsánatom van. Mert van egy személy a világ mindenségben, a legtökéletesebb, a legdrágább, a legszentebb, a legtisztább, akiben nem volt semmi rossz. Semmi bűn, semmi nem volt belőled benne. Az eljött értem. Az a személy helyet cserélt velem, ő a názáreti Jézus. Ő az, aki helyet cserélt velem. Ő az, aki elhordozta, és ki fizette.
elvette az adósságaimat. Ő átadta magát neked, ördög. Ővele azt csinálhattál, amit akartál. Én miattam. És én helyettem. Azért, hogy most te nem csinálhatsz velem azt, amit akarsz. Azért, hogy én most fölé tudjak kerekedni. És a lábaim alá kerüljél. Amen. Nézd meg zsidókhoz írt levél 9. fejezetében. Nézd meg, mit mond. Ugye ószövetségi Isten tiszteleti rendtartásra utal itt Pál apostol. Azt mondja, hogy ugye a Mózes törvényében ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt, majd a sátort is és az Isten tiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel, és most figyelj, 22. verszak, mert csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ennek a fordítottja is igaz. Tehát, ha van vérontás, akkor van bűnbocsánat. Oké? Ha van vérontás, van bűnbocsánat. Nézd meg, csak egy pillanatra lapozzunk a 3 Mózes 17-hez. Itt a 11. verszakot szeretném felolvasni, meg a 14. verszakot. Hogy miért volt erről szó, a vérontásról, miért kell egyáltalán vért ontani? Tehát 3 Mózes 17, 11. Itt azt mondja Isten igéje, mert, és ezt maga Isten mondja, mert a testnek az élete a vérben van. Oké? Most már meg tudod érteni, hogy a pszichénk is miért lett megrontva? Mert ugye beszéltem arról az előbb, hogy a testünkben benne van a bűn, és azt mondja az ige, hogy a testnek az élete a vérben van, a vér pedig a lélek. Tehát magyarán a testben levő bűn, az benne van a vérben is, és a vér miatt a psziché is, a gondolatok, az érzelmek, a szándékok, az akaratok is teljesen a bűnnek a befolyása alatt tudnak lenni. Egyetlen egy megbízható részed van, ez a szellemed. A többire nem támaszkodhatsz. Nagyon durva. Ez az egyetlen egy meg... Azt az újjászületés miatt, ha nem voltunk, ugye amikor nem voltunk újjászületve, abba sem lehetett megbízni. De az újjászületésünk után csak a szellemünk az, ami az Istenből mag, és ami az Istenben van, az átjött hozzánk is. Tehát az Istennek a természetét hordozza az újjászületett szellemünk. De a testünk és a lelkünk, az teljesen a bűn befolyás alatt tud lenni. A bűn megtévesztő, ezért meg tudja a testedet, meg tudja hekkelni a bűn, a lelkedet meg tudja hekkelni, téveszteni a bűn, olyan érzéseket, olyan képzeteket, olyan gondolatokat tud kelteni, amit ő akar. A testedbe olyan tüneteket tud kelteni, amit ő akar. Mert ott tud dolgozni. Ezért kell a kegyelem alatt lenni, a szellem, tehát a Szent Szellem alatt lenni, mert a kegyelem uralmat ad a bűn fölött, és a testünkben is a bűnnek a szellemi folyamatait elhal bennünk a kegyelem miatt a testünkben, és nyilván ez kihat a lelkünkre is, mert a testünknek a hatásai az a vérünkben is megjelenik. A vérünkben pedig ugye ott van a lélek, ott van a psziché, és a testünkben a bűnnek a törvénye leapad, vagy így erőtlenedik, akkor gondold el, hogy ez a pszichére is kihat. És sokkal jobb állapotban leszel. Nem attól leszel jobb állapotban, hogy pozitív beszédekkel, érzésekkel,
próbálod tuningolni a lelkedet, hanem attól lesz jobb a lelked, hogyha a testedbe levő bűn törvénye az elhal, elhalás állapotába kerül. És az kihat a lelkedre, és elkezdi, ez a legjobb pszichológus Istennek az igéje. Nem? Mert milyen pszichológustól hallanál ilyet, hogy a depressziódnak az meg fog változni, ha az érzelmeid megváltoznak, hogyha kegyelem alá kerülsz. Hogy a Szent Szellemnek az uralma alá kerülsz. És a benned levő, a húsodban levő, testedben levő szellemi folyamatok, bűnnek a szellemi folyamatai elhalnak, és ez hat. Mi, hogy a testnek az élete a vérben van, ez hat a véredre. A véredben meg ott a lelked, és hat a lelkedre is. Nem jó? Mint gyógyszereket szedni? Van neked mennyei Xanaxod. Rivotlinod. Jön a manna, ahogy hallgatod az Isten igéjét. Jön, hullik le rád, és megoldja a lelki bajaidat, az ige. Megszabadít tégedet. Amen. Figyelj, mit mond. A testnek az élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. Ugye itt a tiszta állatokról beszél Mózes. Hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Tehát amilyen az az élet, ami abban az állatban volt, vagy abban a testben volt, ezért egyébként a pogányoknak az összes emberáldozata felesleges volt. Tehát, mert démonikussá váltak a tudatlanságuk miatt, gonosz szellemi lények vették át a szellemi életüket, vagy uralmat gyakoroltak rájuk, és meggyőzték őket, hogy emberáldozatok kellenek. És az egész hülyeség volt, vagy hát érted, tehát nagyon démonikus volt, mert igazából az az ember se volt bűntelen, akit megöltek. Tehát nem tudott engesztelést adni. Az ő vérük se tudott engesztelést adni. Ezért megmaradt a bűneik, megmaradtak. És ugye ezért volt az, hogy Isten megmutatta Izrael fiainak, hogy mik a tiszta állatok, és azoknak az állat, ugye megengedte Isten az Ószövetségben az állat áldozatokat, tehát emberáldozatokat nem engedett meg az Isten. Állatáldozatokat azért engedett meg, mert egy időre tudott engesztelést adni, tehát elfedezni tudta a bűnöket, eltörölni nem tudta a bűnöket, az állatoknak a vérük, de elfedezni tudta, és azért volt szükség az elfedezésre, hogy mégiscsak legyen kapcsolat Isten és az emberek között, hogy az Úrnak a munkáját tudja végezni, az őt üdv terveit el tudja végezni itt a földön, és ezért megengedte az állatáldozatokat, és ezért azoknak az állatoknak, az úgynevezett tiszta állatoknak a vérük egy ideig be tudta fedezni a bűneiket az embereknek, de eltörölni nem tudta. És ugye ez az Ószövetségben úgy zajlott, hogy amikor elkövettek bűnt Izraelben az emberek, akkor vittek egy olyan állatot, amit Isten tisztának mondott, és utána pedig meg kellett felelnie azoknak a követelményeknek, az úgynevezett tökéletesség követelményeinek, meg kellett felelni ennek az állatnak, amit Isten megmondott, hogy egyéves legyen, ilyen legyen, olyan legyen, és a többi. És azzal kellett, fognia kellett ezt az állatot, és azzal kellett, hogy ő áldást akart az életére, hogy ő azt szerette, hogy volna, hogy Isten munkálkodjon az ő életébe, és a bűne miatt ne vesszen el Izrael fiai között az az ember, akkor fogott egy ilyen állatot,
és vitte oda a papokhoz. És a papok megvizsgálták először, nem az volt, hogy akkor bűnbocsánatot adtak, meg megölték az állatot, hanem először megvizsgálták az állatot, hogy ez az állat alkalmas-e a tökéletesség követelményének és feltételének megfelelni. Mindent megvizsgáltak, gondosan átvizsgálták. Miért volt fontos, hogy gondosan megvizsgálják? Ugyanis a következő pillanatokban olyan dolgok történtek, ami által annak az állatnak ez a úgynevezett tökéletessége át tudott jönni az emberre. És az emberről pedig a vétek, a bűn át tudott menni az állatra. És ezért a pap megvizsgálta teljesen. És akkor megvizsgálta, akkor engedte meg annak az embernek, hogy rátegye a kezeit az állatnak a fejére, és megvallotta ez az ember, hogy rajta volt a keze ezen ennek a tiszta, úgynevezett tökéletes állatnak a fején, és közben, ahogy vallotta a bűneit, átkerültek a bűnei, és a bűneinek a következményei, és a bűneinek a terhei, szellemi valósága átkerült az állatba. És az állatból pedig a kézrátétel miatt átkerült az ő tökéletessége az emberbe. És ezután le kellett vágni ezt az állatot. És azzal, hogy levágták, ezzel megpecsételődött az, hogy az az állat elhordozta, elvitte a bűnét, a vére elfedezte azt az embert, és átjött annak az állatnak, most idézőben mondom, a tökéletessége az emberre. De ugye mivel hogy ez nem volt, nem vette el a bűnöket, ez a vér, hanem csak elfedezte, emiatt viszont ez az ember újra és újra és újra azt tapasztalta, hogy vinnie kell, mert nem oldotta meg a problémáját, és ezért, ha igaz emberről, tehát például amikor Pál azt mondja, hogy neki igazsága volt a törvény által, akkor nem úgy kell gondolnod, hogy ő tökéletesen csinált mindent, és nem követett el bűnt soha, hanem arra, ő azt mondja, hogy a törvény szerint ő vitte az állatot, és ő érte az ő vétkeiért az állat áldozatok, a törvény szerinti állatáldozatok által volt ő igaz, amennyire ezek igazzá tudták tenni őt. Tehát ő így mondta, hogy a törvény szerint igazsága volt, megigazult volt a törvény által. De volt a hitáltal is van megigazulás, sőt, a hitáltali megigazulás az arról szól, hogy a bűneidet teljesen és tökéletesen eltörölte a báránynak a vére. Nem elfedezett téged, hanem tökéletesen eltörölte a bűneidet. Semmi nem maradt vissza abból. Semmilyen kovász, darabka sem maradt vissza azokból. Oké? Na figyelj, azt mondja, tehát utána ugye rátette a kezét, megvallotta, és így mondja, hogy a benne levő élet által szerez engesztelést, tehát az az ember engesztelést kapott. 14. verszak, mert minden testnek az élete az ő vére a benne levő élettel. Tehát minden testnek az élete az ő vére a benne levő élettel. Tehát az ember pszichéjében, és a pszichéjében levő élet, az befolyásolja a testben levő bűn, és a testben levő dolgok. Illetve fordítva is. És azt mondja, hogy ezért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére. Gondold el, amikor malacot öltél régen. Lehet, hogy közülünk van olyan, aki evett véres hurkát.
vagy evett sült vért hagymával. Én csak hallottam, hogy van ilyen, de van, akit ilyen nem. Tehát tényleg megsütötte a vér, tényleg megette. De figyelj ide, amikor a disznónak a vérét megeszi valaki, akkor itt azt mondja, hogy a semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek az élete, tehát a disznónak a vére az ő, a disznónak az élete az ő vérében van. Valaki megeszi azt, a disznónak az életét veszi magához. És emberek, csodálkoztok? Hogyha a röfögésen kívül minden más. Megjelenik az embernek az életében a tisztátalanságok, moslékok és az egyéb dolgok. Egymás falása, marás, ugye ott van olyan is, hogy megeszik ugye a disznó, a másik disznót is, mindent megeszik. Hát csodálkoztok, hogy mindent megkajálnak az emberek, ami a tévéből jön, meg internetről. Egymást marják, falják. És figyelj ide, Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy megvizsgálták az ő vérét a mennyben. És azt olvassuk az 1 Péter levélnek az első fejezetében, 18. verszakában, 19. verszaka, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Tehát milyen életünk van nekünk? Azt mondja, hiába való életünk volt. Mi az, hogy hiába való? Az, hogy romlandó, elmúló. Nekünk ilyen az életünk. És azt mondja, hogy nekünk ilyen volt. De azt mondja, volt egy ember a világ történelemben, és rajta kívül nem volt más ilyen ember. Ezért kellett neki csak asszonytól születnie. Ezért nem volt neki, így most így kifejezve, hogy fizikai apja nem volt, vérszerinti apja nem volt, ezért kellett, hogy csak asszonytól szülessen, hogy megtudja az ő vére, az ő testében ne legyen benne bűn, ne legyen benne vétek, tiszta legyen, hogy Isten meg tudja oldani az emberiség problémáját. Nézd meg, azt mondja utána, hanem drága véren, tehát 19. verszak, azt mondja, ez drága ez a vér. Ez nem olcsó vér. Ez nem olyan vér, ami az átlag, ami mindenkitre jellemző ilyen vér. Hanem erről azt mondja, hogy ez drága vér. Miért? Mert azt olvassuk, hogy a testnek az élete az ő vérében van. Tehát az ő testében nem volt bűn, azért volt drága. Ezért drága most is ez a vér. Amen. És azt mondja, hibátlan, nézd meg, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Tehát a Krisztusnak hibátlan volt a vére. A Krisztusnak szeplőtelen volt a vére. Hibátlan és szeplőtlen, nem volt benne semmi rossz. És nézzek, hogy mit mond az Isten igéje, hogy látod, te se tudnád az ember társadért az életedet úgy adni, hogy az embernek erkölcsi, szellemi változások tudnának az életébe működni. Ez csak Jézusnak a vére. Csak Jézus vére tudja ezt megtenni. Mert ő olyan életet is élt, tehát ahogy itt élt a Földön. Olyan életet is élt, ami bebizonyította, hogy hibátlan és szeplőtlen ez a vér, ami benne van. Ezt nem tudta megrontani az ördög a kísértések által. Nem tudott ebbe a vérbe belerondítani az ördög. Van egy szent, tiszta, tökéletes vér, amivel Isten meg tudja oldani az egész emberiségnek a problémáját.
Ez annyira drága, annyira, ezért olvastuk azt, hogy olyan nagy kegyelmet tud fölfakasztani az Istenből. Olyan nagy kegyelem tud kiáradni az Isten, mert ez a vér olyan engesztelést tudott elvégezni. Ez sokkal drágább, mint az egész emberiségnek, aki eddig élt a Földön, akik jelenleg élnek, vagy akik még élni fognak továbbra, és összeszednénk mindenkinek a vérét, a Jézusnak a vére fölöttébb áll az összes emberi véren. Nem található benne bűn. Tiszta, szent. És ugye tudjuk, hogy a ószövetségi áldozatokban a frigyládának a tetejére kellett hinteni a vért. És ott két kerub meretten figyelte a ládának a tetejét. Ez azt mutatta, hogy amikor ráfröcskölték a vért, ráhintették a vért, akkor figyelték. Mindig vizsgálták, hogy melyik vér az, ami alkalmas, és melyik az, ami nem alkalmas. És amikor a főpap végezte ezt a szolgálatot, akkor a kerubok figyelték annak az állatnak, amit ott akkor levágtak, figyelték a vérét. És amikor, hogyha azt mondták, hogy ez alkalmas, akkor Istennek az áldásával tudott kijönni ez a főpap a szentek szentjéről, és akkor kijött és megáldotta az embereket, akkor minden emberre kihatott az Istennek az áldása, és tudták, hogy a következő években, vagyis a következő évben, a következő esztendőben jó évük lesz. Nem azért, mert a politikai vezető az, aki... hanem azért, mert az Istennek a természet fölötti áldása ott van az életükön. És így ment be Jézus vére. Jézus vérét is így figyelték, amikor kijött a keresztfán az ő vére. Ugyanígy, és bevitte, azt olvassuk Jézusról, hogy amikor föltámadt a halálból, és fölment a mennybe, fölvitte az ő vérét is, és megvizsgálták az ő vérét. A mennyei lények, akik ott vannak Isten körül, szeráfok, angyalok, kerubok, trónok, vének vizsgálták, odaadta Isten, hogy vizsgálja meg mindenki ezt a vért, akinek nyilván ebbe kompetenciája volt. Megvizsgálták, és senki nem látott ebben hibát, ebben a vérben. Nem látott ebbe senki sem szeplőt, vétket, bűnt, semmit. És kimondták, hogy létezik egy ember a világ mindenségben. A világ történelmében, az emberiség történelmében létezik egy ember, akinek a vére tökéletesen tiszta, szent és alkalmas az engesztelésre, és alkalmas az egész emberiségnek, hogy engesztelő áldozata legyen, hogy tökéletesen el legyenek törölve a bűneik az embereknek. És innentől kezdve az, aki hisz ebben, annak Isten bűnbocsánatot ad. Megigazítja! Nem az ő saját cselekedetei miatt, hanem a Jézus Krisztus cselekedetei miatt. És ez az, amikor az úrvacsorán vesszük magunkhoz a bort, és isszuk, és ugye megáldjuk a poharat, és Jézus vérével van közösségünk. Azzal a vérrel, ami szent és tökéletes. Még eltörölte teljesen a bűneinket. És emberek, az, amikor most ige hirdetés van, akkor te kapcsolatba kerülsz a hirdetett igén keresztül. Jézus Krisztussal, a mennyei bárányoddal. Mert amikor megjelent Jézus, azt mondta a keresztelő János, íme, itt van az Istennek a báránya. Ő az, aki elveszi a világnak a bűneit. Gábriel is, amikor megjelent Józsefnek,
Azt mondta, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő az, aki megszabadítja az övéit a bűneiktől. Tökéletesen, ha te hiszel Jézusba, ha Jézushoz tartozol, akkor tökéletesen, tisztán megszabadít téged a vétkeidtől, a bűneidtől. Nem kell, hogy bűntudatod legyen. Nem kell, hogy a bűntudat lerombolja a személyiségedet, hogy alkalmatlanná tegyen téged, hanem a személyiségedet az Istenek a kegyelme alá viszi a Jézus vére. Amen. És ugye Jézus is ezt mondta az úrvacsorakor, hogy a vérem az kiömlik a bűnöknek a bocsánatáért. Az ő vére kiömlött? Ki? Akkor van bűnbocsánat. Akkor létezik, emberek, van bűnbocsánat. Létezik ilyen, hogy bűnbocsánat. Akkor neked nem kell hordoznod a bűneidet évekig, évtizedekig. Nem marad rajtad, hanem meg tudsz szabadulni tőlük. A lelki ismeretet le tudja tisztítani a Jézus vére. Hát emlékeztem, amikor lebocsájtották azt a béna embert. Lebocsájtották. Az a négy ember, a gutaütöttet leengedték Jézushoz. Ott volt, bekerült Jézus jelenlétébe. A kenetbe. Belekerült ez az ember hirtelen föntről le. Jézus ránézett, rájuk nézett először. Ez igen, van hitük. És mit mond utána az embernek? Ember, megbocsájtattak neked a vétkeid. Még bűnvallás se tett. De már a bűnbocsánatot. Jött a bűnbocsánat rá. Nem érdekes? Tehát Isten nem ilyen szabályszerűen van, hogy csak így van, meg csak úgy van bűnbocsánatod. Kerülj az ő jelenlétébe! Jön a bűnbocsánat. Mert ő azért jött erre a földre. Azt mondja, hogy megtudjátok, hogy a földön van, tehát az embernek a fia tud bűnbocsánatot adni, hogy van ilyen, hogy a bűneitől, ezektől a szellemi valóságoktól, terhektől meg tud szabadulni tökéletesen. Úgyhogy még a lelki ismereted is fölszabadul ezeknek a hatása alól. Mert attól, hogy elfelejted, attól a lelki ismereted folyamatosan jelez. Tehát felejtéssel nem oldódnak meg a bűneid. Ha a tudat alattidba teszed be, és azt mondod, hogy erről soha többet senkinek semmit nem fogok mondani, az nem bűnbocsánat. Annak a terhe, annak a nyomása, az a szellemi roncsolása továbbra is ott van az ember személyiségében. De van tökéletes bűnrendezés. És ez Jézus Krisztus adta meg. Úgy, hogy ő lejött, a vérét adta, és a vérében benne van a bűnbocsánat. És emberek, ugye ezt tudnák, hogy hány embert kezeltek az orvosok úgy, hogy érted, olyan emberek, hogy állandóan mosták a kezüket. Értek? Tehát, hogy olyan szokásokat vettek föl, mert olyan dolgokat tettek, hogy a saját lelkiismeretük vádolta őket. És senki nem mondta nekik, hogy ember, van olyan, hogy bűnbocsánat. Hogy itt nem arról van szó, hogy elfelejted, és így oldódik meg, hanem úgy oldódik meg, hogy tökéletesen, hogy van vér, van egy élet, amely te miattad lett kiontva,
pontosan ezekért a bűnökért, amit elkövettél, amiért mosod a kezeidet állandóan, takarítasz otthon állandóan. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a takarítás. De tudjátok, vannak notórius kézmosók, vannak notórius takarítók, és ez lehet, hogy tudat alatt azt készteti, tehát a lelki ismerete furdalja az embert, és ilyen cselekedetekkel próbálja mosni magát az ember.